Sziasztok sportársak, szeretettel köszöntelek benneteket újra itt a Fitkes Stúdió karanténjában. Folytatódnak az edzések a ti kérésetek alapján. A múltkori átmozgató edzések után most már egy konkrét, alapozó edzéssel foglak várni benneteket, felépítve tematikusan 6 blokkban. Minden egyes blokk különböző izomcsoportra fog edzést nyújtani számotokra, ezeket a blokkokat összegyúrva és külön-külön is tudjátok majd használni. A bemelegítésről ne feledkezzetek meg az edzés elején, és a nyújtás a végén nem maradjon el. Fogadjátok szeretettel ezt az alapozó csomagot! Sziasztok sportársak! Sok szeretettel köszöntelek benneteket újra a Fitket Stúdió karanténjába. A mai edzésen egy teljes test átmozgató kardioblokkunk lesz, fogadjátok szeretettel. Kezdjük is el, de természetesen csak a bemelegítés után. Kiinduló helyzet, harántállás, karod magas tartásban. Szökkensz kettőt, visszazársz, másik lábbal hátralépsz, leengeded a csípőd és kettőt szökkensz. Ezt fogjuk ismételni. 4x4. Ezek az edzések most már kicsit intenzívebbek lesznek, mint a múltkori átmozgató edzés, de hogyha megcsináltad őket, akkor könnyűszerrel most is tudod majd követni őket. Nagyon jó. 10-15 másodperces pihenőink lesznek a feladatok között. Második feladatunkba megyünk le a földre, kéztámaszba. Hátul terpesz, 3 szökkenéssel feljössz a kezed mellé, felállsz, 3 szökkenéssel bezársz, megint kinyitunk, és megyünk hátra. 1-2-H, 1-2-H, kint-2-H, lenn a kéz, és hátra. Gyere velem! Hop-hop-hop, zár-zár-zár, nyit-nyit-nyit, lenn a kéz. Hop-hop-hop, még kétszer. Zár-zár-zár, nyit-nyit-nyit, lenn a kéz. Hop-hop-hop. Nagyon jó, helybe járunk, picit megnyugszik a pulzusunk is, és levegőhöz jutunk, jó? Harmadik feladatunk, egy-egy blokkban 10-12 feladatunk lesz. Terpeszállásból indulunk, és kereszteket csinálunk váltva. Egy jobb, egy bal, jó? Ebből csinálunk 4x4-et. Egy icipicit szusszanunk, és megyünk tovább, összekombináljuk egy guggolással és felugrással. Figyelj! Kereszt, kereszt, guggol, hopp! Kereszt, kereszt, guggol, hopp! Csináld még 3-szor, addig mutatom a könnyített verzióját. Érint, érint, guggol, föláll. Érint, érint, guggol, na még egy intenzív. Hopp, hopp! Guggolt, szökke. Nagyon ügyes vagy. Megyünk le a földre, megint kéztámaszba. Ezek a feladatpárok úgy vannak megcsinálva, kitalálva, hogy egyet állva, és utána ennek van egy párja a földön. Megyünk kéztámaszba. Mivel ugye fönt kereszteztünk, itt is a lábunkkal kifele keresztet nem tudunk csinálni, de ki tudunk lépni. Egy jobb, egy bal. Csináljunk 4x4-et egyenlőre, és utána folytatjuk tovább. Nagyon jó, egy kicsit pihenj meg, addig megmutatom, mi lesz a feladat 8 ismétlésig. Egy nyit, kettő nyit, zár. Egy nyit, kétszer nyit, zár. Gyere, kapcsolódj be. Hopp, 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 hopp. Lép, lép, kétszer nyit. Akinek ez nehéz, ő csak lépked ki, jó? Még van 3. Kint, kint, nyit, csináld, mert látlak. Tudod, ott lakok nálad, igaz, csak virtuálisan. Nagyon ügyes vagy, örülök, hogy velem tornázol. Picit pihenünk, és megyünk tovább. Megint állva következik a feladat,
4 darab magas térdemelés és 4 darab sarok érinti a fogsit. Akinek nem megy a nagyon magas térdemelés, az csak helyben fut 4 ütemet, és 4-et hátra. Aki kicsit edzettebb, magasra húz a tért, és megérint a felé. Remélem érted, hogy a pulzusod már nem a nyugalmi pulzus, hanem kezd meleged lenni. Jó, pihenünk. És utána ezt az összes feladatot két-két ismétléssel össze fogjuk kötni. Ennek a feladatnak a párja lent a talajon a futás, aminek szintén természetesen van könnyített verziója. Kéztámasznál figyelj, tudod arra, hogy a vállalat van a tenyered. A hasadat behúzod, csípőd nem engeded le, nem tolod föl a fenekedet. Könnyített verzió, húzod befele a lábadat. Nehezített, elindulsz futásba. Nagyon jó! Ezek a blokkok összekötve is működnek, és önmagukba is megállják a helyüket. Attól függ, milyen edzettségi szinten vagy, variálhatod őket, ismétlés számot is növelhetsz, vagy ha másodperc alapra csinálod esetleg, akkor növeled folyamatosan ugye az időintervallumot. Megyünk tovább, és a végén lesz egy meglepetésem, mert hogy kitaláltam egy kihívást nektek, hogy minél érdekeltebbek legyetek végigcsinálni az egész programot. Állva fogunk indulni, egy gugol sima, egy gugol és szökken. Egy gugol sima, egy gugol szökken. Ebből csinálunk 8-at. Csak egy picit megbonyolítjuk, figyelj! Gugol, föláll, gugol, vádli, lerak, szökken. Len, fönn, len, sarok fölemel vissza, szökken. Gyerünk! Na még 2. Len, fönn, len, sarok föl, vissza, hopp! Nagyon ügyes vagy. Utolsó feladatunk lent a talajon, mielőtt összekötnénk mindent, és mielőtt jönnék a meglepetéssel. A múltkor, aki nézte a múltkori blokkot, és esetleg csinálta is, mert a visszajelzések alapján követtétek a feladatokat, jön a béka. A béka kéztámaszból indul, hátratol a csípő és a fenék, behajlít a térd, és visszaenged. Tart a törzs. Nagyon-nagyon jó, teljes testet átmozgató feladatok ezek, amiket az első blokkban most összeraktam nektek. Még 2. Szuper! Végértünk a feladatokon. A fontos, hogy mindenből, hogyha esetleg a videó nélkül csinálod meg, 8-10 ismétlés minimum menjen, de mondom, ezt emelheted. És most pedig jöjjön a meglepetés. Arra gondoltam, hogy csinálunk egy plank kihívást. Ugye nagyon divatos feladat ez a plank, alkar támaszba tartás. Ha mai nappal elindulunk, 30 másodpercet fogunk tartani, és minden egyes edzésnap 5 másodperccel fogjuk emelni. Nem nagy idő, de érezni fogod, és észre fogod venni, hogy hihetetlen módon már 1 perceket is tudsz tartani, sőt, hogyha saját magadnak állítasz fel célokat, akkor csinálhatod még nehezebben. Tehát, amire figyelni kell, alkar támaszba, ragjál magad alá nyugodtan törölközőt, a vállad alatt van a könyököd, lefele néz a tenyér, a törzsödet tartod,
Ne engedd le még véletlen se, meg fog fájdulni a derekad, és ne is nyomd ki. Jó, húzd be a hasad, és az egész törzs megfeszülve tart. Minden izmod dolgozik. Azért szeretik ennyire a plenket, mert nagyon jól átmozgatja az egész testet. Önmagában a plankből nem fogsz zsírt veszteni, ez egy nagyon-nagyon téves felállás, mert ahhoz kardiomozgást is kell végezni, hogy a zsírpárnák eltűnjenek. 10, 9, 8. Ha nehéz, hátul, térdedet icipicit lerakhatod, vagy megpihensz, és utána visszaemeled, vagy így tartod tovább. Jó? Oké. Meg vagyunk a fél perccel. Én nekem sikerült pár perc alatt megizzadnom, remélem neked is. Most pedig összekötjük az összes feladatot, mindenből 2 ismétléssel, és lesz egy szép kis kardiós blokkunk. Végigértünk a mai gyakorlatsoron, kedves egészségetekre, gyertek legközelebb is, és ismételjétek ezeket a gyakorlatokat, akár a tévéből, akár a Facebookon követve minket. Sziasztok! Ne feledd, minden edzés végén a nyújtás elmaradhatatlan. Ahhoz, hogy ne sérülj meg, mindig be kell melegíts, és ahhoz, hogy az izmok ne rövidüljenek meg, mindig meg kell nyújtani. Minden edzés végén minden izomcsoportot, amire dolgoztál, megnyújtjuk. Mivel átmozgató edzés volt, ezért az egész testet lábtól elindulva fölfele nyújtunk minden. Lábfej megfog, fenekedhez odahúzod a sarkadat, másik kezeddel hosszan nyújtózol. Előrehozod, átkulcsolod. Megismétled a másik lábbal ugyanezt. Ezeket a nyújtásokat akár edzés nélkül is elvégezheted, hiszen a nyújtás jótékony hatásairól a későbbiekben szerintem mesélni fogok. Térdeden támaszkodsz, és homorít a hát, és púposít lassan. 3 Puposan elindulsz vissza, csigolyáról csigolyára fölállsz, válkörzés hátra. Elől összekulcsol a kéz, puposít a hát. Fölnyújtózol vele. Hátul összekulcsolsz, hátra húz a váll. Keresztbe magad előtt nyújtva a kar. A másik. Bicepszet nyújtunk, lefele néz a kézfej, lefeszíted. Másik. Lapockád közé beteszed a tenyered, fölfele húzod a könyöködet, nyúlik a triceps. Másik. Törzsdöntés. A nyújtás és a bemelegítés között az a különbség, hogy amíg a bemelegítés dinamikus, addig a nyújtást statikusan végezzük. Kedves egészségetekre, köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!